Forrás Rádió. Mindig veled. Benne vagyunk éppen abban a pillanatban, amikor a legnagyobb zsúfoltság alakul ki a tóparton, és itt hangsúlyozom, hogy még például csak a tóparton, a tómederben nem. Reggel 42 ezer dúd repült ki, nagyjából olyan 1000 ember várta a ludaknak a felrepülését. Eléggé hosszan elnyújtottan mentek ki a madarak, mert még akkor köd volt, és nem volt az időjárása a legideálisabb a megfigyeléshez. Napközben viszont visszajött nagyjából 15 ezer lúd, számtalan érdekességet találtak meg az önkénteseink a teleszkópokrokban, tehát vörösnyakú lúd, örvöslúd, kislilik, nagyon klassz dolgokat lehetett megfigyelni. Most pedig a behúzás előtti időpontban vagyunk, már szépen vastagszik a tömeg, tehát nagy valószínűség szerint kijelenthető, hogy közel lesz a látogatottsági csúcsa a rendezvénynek, az eddig olyan 16-17 ezer főt jelentett. Ezt majd csak később tudjuk drónfelvételek alapján megmondani, hogy idén hogy is fogunk állni ezzel a mennyiséggel, de nagyon, nagyon szép és nagyon gördülékeny programokat tudhatunk magunk mögött. Az utolsó egyik legnagyobb szenzációja vagy csúcspontja az eseménynek az most zajlik az előadássátorban, hiszen most prezentálják, hogy ki lett Magyarországon az év madárfotósa, úgyhogy ez éppen folyamatban van. Madárgyűrűzésre is több mint 100 madár került a hálókba, a kirakodóvásártól, a vásározáson keresztül, az állati programok solymászaton keresztül is, tehát a déli solymászatot több mint 700 többségében családos figyelte. A rendezvényben volt újdonság, mégpedig az, hogy visszatértünk a gyökerekhez. A gyökerek pedig az volt, hogy mutassuk meg az embereknek a madarakat, főleg a vadudakat, és ennek megfelelően a úgynevezett teleszkóp bokrainkat, azokat átszerveztük, tematikussá tettük, tehát megadott időpontban, megadott témában generáltunk beszélgetést az érdeklődők felé. Tehát ez mindenféleképpen új volt, és nagyon nagy sikerrel zajlottak ezek a programok. Mindazon mellett pedig különböző kultúrtörténeti és harkássétákat is tettünk, hát végeláthatatlan sorban mentek a szakvezetők mögött az emberek, és hallgatták, itták a szavukat. Az időjárás is szerencsére kegyes volt hozzánk, és pont a behúzásra legalább a szemerkélő eső az elállt. Úgyhogy egy kültéri programban, ami november végén van prezentálva, szerintem azt lehet mondani, hogy a kívánalmaknak megfelelt. Forrás Rádió. Mindig veled!